Összesen 6 gólt láthattak a nézők a dunaújvárosi acélbikák Ferencváros elleni hazai mérkőzésén. A DAV együttese kupameccsen találkozott a fővárosiakkal. A vendéglátók Kaskov találatával már az első percekben vezetést szereztek, és a folytatásban sem álltak le a gólgyártással. Előbb Denzrou, majd Nagy volt eredményes. Így az első pihenőre már 3-0-ás előnnyel vonultak az acélbikák. A második játék részben már 4-0-ra is vezetett a DAB, ám Jabornik találatával sikerült szépíteni a zöldfehéreknek. Nem sokáig mutatott azonban 4-1-es állást az eredményjelző. A dunaújvárosiak színeiben játszó Becel szerzett újabb gólt, ezzel beállítva az 5-1-es végeredményt. A találkozó egyik érdekessége, hogy hosszú idő után először láthatták az acélbikák mezében Hüfner Adriánt a dunaújvárosi szurkolók. Sikerült az első mérkőzés, amit magamnak így kitűztem célt a mérkőzés előtt, hogy mit szeretnék ma nyújtani, mit várok el magamtól, az szerintem maximálisan sikerült, úgyhogy ezért vagyok igazából boldog. A Fradi elleni mérkőzésen láthatta először az acélbikák kispadján a dunaújvárosi közönség Heikki Malkiát, a DAB új vezetőedzőjét. Készülünk erről már edzésről edzésre, videózunk, sok meetinget is tartunk. Ehhez sok idő kell, hogy ez a munka beérjen, nyilván már lehet látni ennek a jeleit, meglátjuk, hogy ez az idő elegendő lesz-e arra, hogy mindenki elsajátítsa a szisztémát.